március 7-én ugyanis új podcast indul a Parallax és Univerzumban. A minden hónap első hétfőjén délután 18 órától elérhető adások középpontjában egy-egy skifiregény regény áll, amelyet az egyórás epizódok során a meghívott vendége társaságában vitat majd meg. Ivan is régel Klaudia Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja, aki itt van velünk. most. Szia Klaudia! Sziasztok! Kérlek, mesélj arról, ki lesz az első vendéged, és hogy miről fogtok beszélgetni a Szubzsáner első adásában. A Szubzsáner első adásában Brandon Heket lesz a vendégünk, és hát tulajdonképpen a legújabb megjelent könyvéről is fogunk beszélgetni, meg úgy általában az összes többi könyvéről is fogunk beszélgetni, hiszen ugye ennek a podcastnak a lényege, hogy mindig valamilyen aktuális regényt beszélünk meg, akár a frissen megjelent regényeket, kiemelten ugye, hogyha magyar szerzőről van szó, nem feltétlenül abban a hónapban megjelent, hiszen ugye, amint te is mondtad, Ádám, havonta csak egyszer jelentkezik ez az adás, de mondjuk azt, hogy a 2022-es megjelenéseket ö, igyekszem előt, ö, előtérbe részesíteni és azért Brandon Hackettről szerintem elmondható, hogy a, a hazai kortárs, irodalom egyik vezető személyisége, vezető alakja, úgyhogy én nagyon örültem, hogy elfogadta a meghívást a műsorba, és nagy izgalommal várom a, a regényeinek a kibeszélését. Na, igazság szerint, a, már nagyon régóta szerettem volna indítani egy köd, könyves, hát valamilyen műsor, tehát még, még, ez annak idején kiforratlan volt, és ugye amióta elkezdtem uh, podcastolni úgy, úgy élénkebben, tehát gyakorlatilag tavaly óta, amikor ugye ti is felkértetek, aztán ugye saját podcastom is indult, akkor úgy, úgy jobban átgondoltam, hogy, hogy ezt a könyves podcastot hogyan lehetne uh, hát valahogy megcsinálni, de ez eredetileg, az, az eredeti ötlet az úgy volt, hogy úgy áll úgy ezt ment, tehát mindenféle könyvel kapcsolatos podcast, tehát nem volt kifejezetten műfai megkötés, és ugye amikor volt ez a top 5 adásunk, amikor ugye kérted, hogy a top 5 filmek, filmeket soroljuk föl, akkor én ugye megkérdeztem tőled, mert összezavart a kérdés, hogy film is lehet, film lehet, vagy lehet könyvi is és akkor mondtad, hogy hát itt most csak film, és tulajdonképpen ez a, ez a beszélgetésünk indította el azt, hogy hát miért nem lehet könyv, ugye én imádok Skifit olvasni, és miért nem lehet könyv, és, és úgy igen, bosszúval indítottam egy podcastot, bosszúval indított, nem, nem, nem. Na, szóval ugye ennek hatásra, hogy eszembe jutott, hogy fú, hát én tényleg akartam egy könyves podcastot, és a Parallaxison belül milyen jól néznek ki egy ilyen skifi könyves podcast, ha már egyszer a Parallaxisban is amúgy elég sok szkifi filmet elemzünk, akkor ez így, így mellé párba nagyon jól tudna mutatni. Van olyan író, aki ha eljönne a műsorodba, az, az egy ilyen számodra egy ilyen nagy mérföldkő lenne, vagy akivel nyilván mindenkivel szívesen beszélgetsz majd, akik eljönnek a műsorodba, és vendégeid lesznek, de ki az, akit, akár lehet egyébként külföldit is mondhatsz, de, de nyilván elsősorban magyar, tehát ki az az abszolút number van, akit, akit így Szeretnél hát, beállózni. Külföldit jó lenne, de azért én nem vagyok annyira perfekt angolból, hogy egy külföldi szerzővel úgy elbeszélgessek, sajnos. Magyar... Nem baj, majd, majd, majd Miklós, Miklós ezt is megcsinálja. Miklós, tudod. majd tolmásként Miklóst felfogadjuk, igen. A magyar szerzők közül már kettővel tulajdonképpen lesíroztam egy-egy, még egyenlőre időponthoz nem kötött ö, adást, és remélem, hogy a néző hallgatóinknak is mondanak ezek a nevek ö, valamit. Az egyik az Ergy Hendon, a Korcsok ö, trilógia szerzője. A másik az egy olyan, ha a regényt nézzük, az egy olyan regény, ami nem kifejezetten skifi, hanem valahol a posztapokaliptikus skifi, a fantasy és a manga vonalon lavírozik, de én skifinek tekintem a posztapokaliptikus alapháttér miatt. Ez az író Martin Kay és az Eastern trilógiáról lesz szó. Izgalmasan hangzik, tényleg. Én nem vagyok nagy könyvolvasó, sajnos, de izgalmas, izgalmas. No, ugye itt bele is kavarodtál egy pillanatra, hogy nézők vagy hallgatók erről beszélgessünk egy picit, mert talán érdemes, hogy ugye most már fejleszgetünk itt a Parallaxis Univerzumban egyre több az ilyen képes tartalom, de a subzsáner jellemző lesz, hogy az egy az egyben a, a Youtube, illetve a Facebook oldalunkon az egy az egyben videós formában is elérhető lesz. Nyilván a, a különböző podcast csatornáinkon, ahogy eddig is ezen túl is hangformátumban meghallgatható lesz, de hogy, de hogy a szubzsáner az abszolút így arccal készül. Igen, ezt azért fontosnak tartottam, hogy egy egy kifejezetten olyan beszélgetős műsor, ahol írók is megjelennek azért, aki Skifit olvas, az biztos, hogy ismeri ezeket a neveket. Természetesen nem minden adásban lesznek írók meg, megjelenve, hanem lesznek olyanok is, ahol úgymond a rajongókkal beszélem ki az adott művet, főleg, hogyha külföldi könyvről van szó. De mivel, hogy, hogy alapvetően tényleg hírességek is meg fognak jelenni ebben a műsorban, ezért én fontosnak tartottam azt, hogy itt ne csak hang legyen, hanem legyen kép is.